Beres József és tanítványa Iszály Attila hegedű játéka nyitotta meg Keresztesi Franciska Lélektükrök című kiállítását a Pándi Galériában. Az amatőr festőt dr. Stancsik Zsuzsanna, osztályvezető főorvos mutatta be a nagy közönségnek. Ők általános iskolában voltak osztálytársak. A kiállított képek legtöbbje akril technikával készült, de akadt köztük akvarell és olajfestmény is. Útkeresésben vagyok. Most általában szeretem a nagy ecseteket, szeretek lendületesen dolgozni, szeretek késsel is, paklival is. Most legutóbb ezzel kísérletezem, és nagyon izgalmas a feladat. Az alkotó 5 éve foglalkozik újra a festészettel, előtte a középiskolás éveiben szerette meg az ecsetet. A kiállított képek az elmúlt évek termésének a javát mutatják be, mind hangulatukban, mind minőségükben. Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekülve sikerüljön, és időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is. A tárlaton 36 festmény kapott helyet, amelyek embereket, csendéleteket és tájképeket ábrázolnak. Az alkotónő szívesen vetette vászonra külföldi utazásának élményeit. A legelső, ami a nagyon jól sikerült képen volt, az a szomjúság, az egy Zajcsev képnek a megjelenítése tulajdonképpen. Nem mondom, hogy másolata, mert nem másolás. Tehát az szerintem jól sikerült, és az nagyon kötődöm hozzá. És a legutóbbi képem, ami itt van a hátam mögött, kicsit odébb, a tengerparti szél. Az technikailag is, és úgy gondoltam, hogy ott sikerült megragadni a mozdulatot és az egésznek a hangulatát, úgyhogy azt én úgy érzem, hogy egy jól sikerült kép. A színekben úszó képek kellemes élményeket idézhetnek fel a látogatókban. A tárlat október 30-áig várja a művészetkedvelő közönséget.